Orbán Viktor ma Berlinben Angela Merkel német kancellárral tárgyal. Megbeszélésükön a magyar belpolitikai helyzetet is áttekintik. Magyarországon olyan brutális emberi jogi jogsértések történtek október 23-án, amelyeknek nemzetközi következményei is lesznek. 16 éve nem volt még példa arra, még a taxis blokkád idején sem, amikor egyébként egy polgári engedetlenségi mozgalom volt, hogy ilyen brutálisan lépjen föl az államhatalom, és az emberi jogokat így letörjék, mint ahogy tették ezt 23-án délután és este. Olyasmi történt Magyarországon, ami szokatlan Európában. Tehát az emberi jogok ilyen durva, rendőrségi, önkény általi letaposása, ez azért ismeretlen, itt ilyen nincsen. És ezt szeretném világossá tenni majd itt Berlinben is, hogy a Fidesz az a demokrácia meg az emberi jogok oldalán áll, az emberek oldalán áll, és ezért azokat, akiknek a jogait megsértették, mindenképpen meg kell védeni, és a következő napokban sokat fogunk ezért dolgozni. Akiket bántalmaztak, azoknak erkölcsi és anyagi elégtételt kell, hogy adjon a magyar állam. És azok, akik pedig megsértették az emberi jogokat, legyen szó közrendőrről vagy a rendőrség parancsnokairól, az a vizsgálatok kiderítik, őket pedig személyesen egyenként felelősségre kell vonni.